Francia Yvonne amatőr fotós élete első kiállítását tekinthették meg azok, akik ellátogattak a Magházba Tolnán. A fiatal nő azt mondja, akkor döntötte el, hogy szeretne komolyabban foglalkozni a képalkotással, amikor a pillanatot látta, de megragadni, a képein keresztül visszaadni már nem tudta. 5-6 éve foglalkoztat a gondolat, két kisgyerekünk van, úgyhogy mellettük azért egy kicsit várni kellett, hogy nagyobb acskák legyenek. És két éve komolyabban foglalkozom vele többet. A karácsonyi ajándékként kaptam egy fotós tanfolyamot a családomtól, és a tanfolyam során egyre jobban érlelődött bennem a gondolat, hogy érdemes lenne jobban foglalkozni a fotóval. Nincs kedvenc. Ahogy szerintem a képeimből is látszik, azért elég sok vonalat felvonultatnak a képek. Ezek tanuló képek, gyakorló képek. A képeket nagyon-nagyon-nagyon nehezen választottam ki. Jelenleg én most fotós oktatásra járok, tehát az OK és két éves képzést végzem, és a képzésen a tanárom segített nagyon sokat összeállítani a képeket. Nagyon sok szempont, tehát először én leválogattam azokat a képeket, amik nekem tetszenek, és abból pedig próbáltunk egy kicsit szakmai szempontok alapján értékelni és választani. Az amatőr fényképész elmondása szerint a fotográfia a személyes életrosszig tartó tanulása részét képezi a család, a gyerekei és a munkája mellett. Szinte minden kép itt utazások, vagy családi események köré rakható képek kikapcsol. Én szeretetből fotózom, nincs mögötte kényszer. Francia Yvonne elmondta, kezdőként és amatőrként nagy megtiszteltetés, hogy kiállítva megtekinthetőek az alkotásai.